Köszöntöm Önöket! Az elmúlt héten a következő bűncselekmények történtek Dunaharasztin. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki május 26-án 14 óra 30 perc körüli időben egy a Bánki Dunát utcában parkoló tehergépkocsiból alkalmi lopás módszerével eltulajdonított egy pénztárcát, melyben készpénz és iratok voltak. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, aki május 26-a és 28-a közötti napon egy Evezős utcában található felújítás alatt álló családi ház egyik ajtaját befeszítette, és onnan egy Makita márkájú sarokcsiszológépet tulajdonított el. A lopással okozott kár 80 ezer forint. Eljárást folytatunk V. József, 71 éves dunaharaszti lakos ellen, aki május 28-án a kora esti órákban ittas állapotban bement Dunaharaszti Dózsa György útján egy nemzeti dohányboltba, ahol szóval inzultálta az eladót, aki rendőri segítséget kért. A kiérkező járőrök az idős ember részére ittassága és agresszivitása miatt mentőt hívtak, azonban a mentősök nem látták indokoltnak elszállítását, ezért a járőrök egy biztonsági intézkedés keretében a lakására szállították haza. Ezt követően B. József hajnalban erősen ittas állapotban megjelent Dunaharaszti főútján egy nemzeti dohányboltba, ahol szintén belekötött az eladóba, és először szóban inzultálta, majd mikor az eladónő távozásra szólította föl, szitkozódni és káromkodni kezdett, majd a polcról levett egy pezsgős üveget és az eladó felé dobta. Az eladó bemenekült a raktárba, ezt követően B. József a boltból egy pezsgőt és egy üvegbort emelt le, majd fizetés nélkül távozott. A kiérkező járőrök a dohányboltól körülbelül 200 méterre intézkedés alá vonták az idős férfit, aki többszöri felszólítás ellenére sem volt hajlandó igazolni magát, illetve nem volt hajlandó együttműködni a járőrökkel, így őt a további intézkedések lefolytatása véget a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányságra állították elő, ellen az eljárást a kapitányság megindította. Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!